Úgyhogy elindítom a kezelést, és akkor fogjuk majd látni, ahogyan területről területre a lézer letapogatja a felszínt. Tartós szörtelenséget sok nő szeretne. Ezt a ma ismert technológiák közül leghatékonyabban lézerrel lehet elérni. Van egy nagy hűtőfelület, ezt fogom a bőrhöz érinteni, és ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag semmilyen melegérzettel nem jár a kezelés. Ez a legújabb szörtelenítési módszer, melynek során a fénysugár keresztül hatol a bőrön, elnyelődik, majd a fényenergia hővé alakul, ezáltal pedig felforrósítja és megsemmisíti a szőrtűszőt. Közben a bőrt is hűti, mindezt úgy, hogy a kezelés alatt a környező szövetek nem károsodnak. A mai korszerű készülékeknél vagy a bőr felülethez szorított hűtött üveglapot alkalmazunk hűtés számára, vagy hideg levegőt használunk, talán ez sokkal kényelmesebb, hiszen a hideg levegő folyamatosan jut a bőrfelületre, és különösen a villanáskor, amikor felforrósítjuk a szőrtűszőket, hogy azok eredményeként a szőrszálat termelő sejtek elpusztuljanak, a forróság érzet nagy mértékben lecsökken, hiszen a folyamatos hűtést biztosítjuk a bőr számára. A kezelések a hűtés hatására kevésbé fájdalmasak, még az olyan érzékeny területen is, mint például a hónai. Az intim szőrtelenítésnél vagy a hónai esetében olyan beállításokat kell alkalmazni a lézernél, és olyan intenzív hűtést, hogy ezt a kellemetlenséget el tudja kerülni. A doktornő, aki nálunk ezeket a kezeléseket végzi, ő különösen figyel arra, hogy ha esetleg fájdalmas a páciens számára, akkor kiszünetet tartson, hogy megbeszélje, hogy milyen sorrendben, melyik felületeket kezeli, hogy elviselhetővé váljon ez a kezeléssel járó fájdalom. De érdemes leszögezni, hogy a kezelések nagy része teljesen fájdalommentes, és általában a pácienseink kellemesen csalódnak. A kezelések során a szőrtűszőben lévő pigment nyeli el a lézer fényét. A főleg idősebb korban az arcon megjelenő szőrzet azonban általában pigment hiányos. Ennek a területnek a szőrtelenítését ezért egy speciális technikával végzik. Ez egy csipesszel történő kezelési módszer, de a korábbi csipeszes árammal történő epilációval szemben itt ultrahangot használunk, és a szőrszál vezeti be az ultrahangot a szőrtűszőbe. A szőrszál ugyanis nagyon jól vezeti a hangot, és a szőrtűszőben az ultrahang effektus következtében felforrósodnak a mátrix sejtek, amelyek a szőrszálat termelik és elpusztítják azokat. Ahhoz, hogy a szőrtelenítés tartós legyen, 6-8 alkalomból álló kúrára van szükség, ez körülbelül egy évig tart. Ezt követően évente egy szinten tartó utókezelésre van szükség, így lehet végleges a szőrtelenítés. A lézeres technológia segítségével egyébként nem csak a nem kívánatos szőrszálaktól szabadulhatunk meg, a megunt tetoválások is eltüntethetők vele. Igaz, az eljárás ebben az esetben jóval bonyolultabb. Nagyon sok különböző minőségű, méretű és színű tetoválófesték létezik, és mindezidáig elérhetetlennek voltak olyan eszközök, amelyekkel az összes szinten lehetett távolítani. Mi egy olyan új készüléket kezdtünk el alkalmazni, amelyben tulajdonképpen három lézer van. A három lézer a három legfontosabb színt nagy hatékonysággal el tudja távolítani, ugyanis a zöld és türkiszkék színeknek van egy adott lézerfényforrása, a piros színeknek egy másik, és a harmadik pedig a sötét színeknek, amelyek a leggyakoribbak. Ennek köszönhetően ma már a színes tetoválásokat is el lehet tüntetni, ehhez színenként kell megválasztani a lézert. A kezelések nem járnak hegesedéssel. A lézeres tetoválás eltávolításnak az alapja ugyanis a festékszemcséknek a felrobbantása egy hangeffektus által, és ennek a hangeffektusnak annyira tökéletesnek kell lenni, hogy ne melegedjen fel az írha, ne károsodjonak ott a sejtek, és következményesen ne alakuljon ki heg. A kezelés után 6-8 hét kell ahhoz, hogy a festék kiürüljön a szervezetből. Az eltávolítás bizony fájdalommal jár, a szakember szerint erre érdemes már a tetoválás elkészítésekor felkészülni. A kezelés sikeressége egyébként egyéntől függ, a bőrszerkezete ugyanis mindenkinek más.